Több állomáson is ünnepélyesen fogadták azokat a vonatokat, amelyek a csíksomlyói búcsúra érkező magyarországi zarándokokat szállítják. A Boldogasszony zarándokvonat tegnap este érkezett meg a Marosvásárhelyi vasútállomásra, több százan várták. Hétszáz zarándokkal a fedélzeten érkezett meg a Marosvásárhelyi vonatállomásra a Boldogasszony zarándokvonat. A csíksomlyói búcsúba tartókat több százan fogadták. A zenei aláfestésről a mezőcsávási fúvós zenekar gondoskodott, majd Olád Énes főesperes és Péter Ferenc a Maros megyei tanács elnöke köszöntötte a zarándokokat. Ez az együttérzés, ez az együttlét, ez nagyon felemelő, és valóban ezt nagyon nehéz most ezt az érzelmet kifejezni, de úgy gondolom, hogy mindenki érzi azt, hogy együtt vagyunk erősek, és akkor, amikor közösen fölmegyünk a nyerekbe és közösen imádkozunk, akkor tudjuk, hogy a szűzanyához szóló imáknak van reménye, hogy meg is valósuljon. Hozzátette, Csíksomlyon a II. Rákóczi Ferenc római katolikus gimnázium megmaradásáért, ügyének rendezéséért is imádkozni lehet. Az zarándokok között szép számban voltak a fiatalok, akiket apró ajándékokkal leptek meg a vásárhelyiek. Amikor halljuk, hogy jön a búcsúra a vonat, jön a vonat és jön az a sok magyar ember, nagyon várjuk őket, nagyon szeressük. Úgy gondolom, hogy ez közösségi szempontból nagyon-nagyon jót tesz így a csapatnak, meg így a akikkel így jöttünk, és lelkileg is nagyon feltöltő. És most így tanév végére nagyon jól tud jönni ez, hogy így feltöltődjünk lelkileg. Mielőtt a szerelvény tovább gördült volna Csíkszereda irányába, a jelenlévők elénekelték a magyar, majd a székely himnuszt.